Köszönöm szépen, hogy tiszteltel köszöntök mindenkit, és mielőtt rátennék az adásra, nem tudok így sem menni az előző Barács Mika mellett, és engedjék meg nekem, hogy a műnyi főigazgatóság gyakorlatát elmondjam a kérdésbőlben. Hát abban az esetben, hogyha a nyomozás során a nyomozók tudják rekonstruálni egy ott időszakban a gazdasági tevékenységét egy adózónak, akkor nekünk a TNS tisztázás kötelezettségéről adódóan, nekünk ezt figyelembe kell vennünk. Vagyis nem tehetünk el amellett, hogy a megtalált számlákat újra szinte újra tekintve, újra megállapítva a adófizetési kötelezettséget új alapokra helyezzük ennek a vállalkozásnak az adózását. Olyan esetben azonban a gyakorlatból, mondjuk hogy 20 évvel visszatérőleg nem emlékszem, hogy a lepényvel is utána a visszaigénylő pozícióba került volna a bűnös adózó. Köszönöm szépen, idő után engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy ezen a konferencián előadóként itt állhat Önök előtt, és a bűnügyi főigazgatóság szempontjából hozzátehetünk gondolatokat a költségvetés büntetőjogi védelméhez. Amikor készültem az előadásokkal, akkor nagy ilyen már volt általán szemben, nyilvánvaló, hogy a jogtudósok, akik előttem szóltak, majd jogdogmatikai szempontból fogják elemezni ezt a tényállást. Ezt a jognak nem vindikáltam magamnak, hiszen én a gyakorlatban jövök valóban, és engem sokkal inkább gyakorlati kérdések érdekelnek. De hát akkor miről is kellene beszélnie a bűnügyi szakterület vezetőjének, hogyha az adózásról, illetve az adózás büntetőjogi aspektusáról beszélünk. Úgyhogy az első része az előadásomnak az egyfajta globális megközelítés, mondjuk úgy inkább, hogy ilyen szociológiai típusú megközelítése lesz ennek az adózásnak, mint jelenségnek, és abból az aspektusból próbálom megvilágítani meg ezt a kérdést, hogy milyen módon érvényesül ez motiváció elv az adóbűncselekmények vonatkozásában. Ezután, hát a Monargárkorról lesz, nem sikerült egyeztetnünk kellőképpen az óráinkat, mert én is fogok beszélni a közigazgatási eljárás és a büntető eljárás párhuzamosságáról. Én pró és kontra, tehát ennek az előnyeiről és a hátrányairól is fog néhány gondolatot megosztani Önökkel. Fogok beszélni én is a rendszerről, ami hát elég sok problémát okoz, egyre jobban talán most már nemzetközi szinten a magyar jogrendszernek, és ehhez kapcsolódóan néhány nemzetközi példát fogok mondani arra, hogy más országokban ezeket a problémákat hogyan küszöbölik ki, és milyen módon közelítenek az adózáshoz igazgatási eszközrendszerekkel és büntetőjogi eszközrendszerekkel. Amikor az adózást büntetőjogi oldalról próbáljuk meg megközelíteni, akkor nagyon fontos látni azt, hogy igazából kikről is beszélünk. Az adózókról beszélünk. Az adózókat meg kell próbálnunk csoportosítani abból a szempontból, hogy a jogkövetésük azok mennyire erős és mennyire nem az. Én úgy gondolom, úgy hiszem, remélem itt is van, hogy azért az adózóknak a nagy többsége tisztességes adózó. Ha nem is dalolva és nem is vigyon, de azért bevallják és befizetik az adójukat, szeretik, hogyha ebben a viszonyrendszerben is rend van körülött. Én azt gondolom, hogy az adózók nagy része az ilyen magatartást tanúsít. Ezekkel az adózókkal szemben, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy ezeket az adózókat érintően tökéletesen elégséges egy úgynevezett igazgatási eszközrendszer, ami eligazítja ezeket az adózókat az adózás útvesztőjében, tudjuk, hogy azért ez egy nem egyszerű történet, segítik, hogy a jogaikat tudják érvényesíteni, és segítik, hogy a kötelezettségeiket tudják teljesíteni. Tehát az ebbe a körbe tartozó adózók igazgatási eszközrendszerrel történő megszólítása tökéletesen elég ahhoz, hogy az elvárt adót ezek a vállalkozások, ezek a gazdálkodók, ezek az adózók megfizessék. Tehát Magyarországon vagyunk, és tudjuk, hogy a magyar adózóknak van egy olyan, hát nem gondolom, hogy túlságosan kicsi, de nem is túlságosan nagy csoportja, akik azért nem kell őket a kísértésbe vinni, mert ott találnak maguk is,
barátságos tekintetét. Vannak olyan eszközei, nemzetadó és vámhivatalnak, itt a legújabb eszközrendszerre gondolok az EKR-re, illetve a pénztárgépre, az online pénztárgépek rendszerére, ahol valóban az adózó magánérzi az adóhatóság tekintetét, hiszen nem csak a bevallás időpontjában, ma már azt megelőzően az adóhatóságnak információ származik arra, hogy milyen adókötelezettséget kellene majd bevallani annak az adózónak a tevékenységhez kapcsolódóan. Az ilyen adózók, akik önmaguktól nem, de kisebb segítséggel azért hajlandóak a kötelezettségeiket teljesíteni, ez a rendészeti eszközrendszer az, ami a jogkövetés irányába tolja őket. Önök is mondom, hogy többet látják, hogy közutakon pénzügyi kollégáik állítják a kamionokat, ellenőrzik az EKR bejelentéseket, azok valósak-e, megfelelnek-e. Tehát kell egy olyan rendszer az ellenőrzési eszköztárban, ami a jelenlétet mutatja, az adóhatóság jelenlétet mutatja. De sajnálatos módon van egy állhatatos kisebbség az adózó körében, akik elhatározták, hogy már pedig ők egy forintot nem fizetnek a központi költségvetésben, adó jó címén. Hát ők, hogy ez angol terminológiából fordítottuk le, ez az állhatatos kisebbség, akiknek nem lehet megszólítani adóigazgatási eszközökkel. Ezek nem is láthatóak, ezek az emberek adóigazgatási eszközökkel, mert ők nem hordozzák magukon az adózóknak azokat a jellegzetességeit, jellemzőit, ami alapján kiválasztható lennének ellenőrzésre, ami alapján bármi is látszódna az ő gazdasági tevékenységükből. Ezek az adózók, ezek általában strómanokat tolnak a munk elé, és igazi haszonhúzóként óriási vagyonra fölött rendelkeznek. Ezeknek az embereknek az azonosítására, ezeknek az embereknek az eljárás alakulására bűnügyi eszközrendszer hiányával nincs lehetőség. Tehát a bűnügyi eszközrendszert én úgy gondolom, hogy ezekre a pontokra, ezekre a személyekre, ezekre a háttérben meghúzódó, úgynevezett haszonhúzókra kell koncentrálni, mert hogyha itt ebben az eszközrendszer felhasználásban valamilyen problémát okozunk, vagyis az igazgatási eszközrendszerrel próbáljuk meg a valódi adócsapokat, a kőkemény adócsapokat eljárásra vonni, sikertelenek leszünk. Nem fogjuk megtalálni őket. Ha a bűnügyi eszközrendszerrel próbálunk meg tisztességes adózókat úgymond vegzálni, akkor hát jogállamiság elvéből adódóan arányosság és egyéb más szempontokhoz figyelembevéve, hát nem biztos, hogy megfelelő színben tűnünk fel, és akkor meg finoman fogalmaztam, de hogy még plasztikusabban mondjam ezt a példát, nyilvánvalóan nem fogunk elefánttal légpuskával menni vadászni, de ágyúval sem fogunk merevet lőni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy itt a megfelelő eszközrendszert megfelelő módon választunk. És ha most itt lehozom azt a gondolatot, hogy a költségvetési csalás törvényi tényállása 100.001 forint esetében tényállásszerű lehet akár egy cselekmény, akkor felteszem a kérdést, hogy megfelelően használjuk-e az itt meglévő eszközrendszert. 100.001 forint költségvetési bevételcsökkenést okozó magatartás esetében szükséges-e bűnügyi eszközrendszert alkalmazni ennek szerint? Vagy az adóhatóság egyéb más eszközeivel áll olyan szinten, hogy ezeket az adójog viszonyban meglévő problémákat reparálni tudjuk. Én úgy gondolom, hogy igen, az adóhatóság áll már ilyen szinten, nagyon komoly kockázatkezelési rendszerei vannak. Nem gondolom, hogy a 100.001 forintos elkövetési értékéget nekünk bűncselekménynek kéne nyilvánítani. Természetesen ez eszközrendszeret keretben működik, látjuk ezt a keretet, hogyha informatikai, illetve stratégiai erőforrás gazdálkodás és nemzetközi kapcsolatok közös alapjára helyezünk, akkor itt van önök előtt a NAV. A NAV alapvetően így működik, így próbáljuk a jövőben a NAV működését professzionalizálni, abban a szempontból, hogy a valódi bűnöket, a kriminális jegyeket mutató elkövetőket, adóbűncselekményeket elkövető
külügyi szakterületet terítse föl, és ő foglalkozza vele. Igen, ám, de ahogyan Tanács Ernő úr is beszélgetett erről, a adóigazgatás eljárás és büntető eljárás Magyarországon párhuzamosan is folyhat, és tett említést tart ő is, hogy mi a különbség a kettő között. Ugye van egy adó ügyben, van egy megállapítás, valamilyen adó különbözetet megállapítanak a revizor kollégák. Ha ezt az adó különbözetet megállapítják, akkor azt mondom, felmerül a kérdés bennünk, vagy fel kellene, hogy merüljön bennünk a kérdés, hogy az adó különbözetet szándékosan okozták, vagy nem szándékosan okozták. Ha szándékosan okozták, és ezt a kérdést például ki tudja megválaszolni, ezt a büntető oldalon tudják megválaszolni, hiszen az az eljárás az, aminek ez egy nagyon fontos, sarkalatos kérdése, hogy szándékosság, vagy a bűnösség valamilyen módon megállapítható-e az okozott különbözettel kapcsolatban. Most itt nézem a kollégáimat, akik itt ülnek a hatóság, és gyógyszereikhoz kezdenek el nyúlni, most szívgyógyszerekhez kezdenek el nyúlni, mert hogyha minden olyan minden, amivel adó különbözetet állapít meg az adóhatóság, és ez a kérdés valójában felmerülne, akkor én azt gondolom, hogy a bűnügyi főigazgatóság első érdeke 2 perc alatt, hiszen olyan éves szinten hogy 100 000 ügy keletkezne a bűnügyi oldalon, ahogy ha ezt meg kéne vizsgálni. Vagyis az oficialitás elve, illetve a feljelentési kötelezettsége valójában működik-e? Tehát nem működik. Ezek a büntetőeljárási elvek, ezek benne vannak jogszabályainkban, de nem működik. Hozzáteszem, hála Istennek, mert nem kéne nekünk ezekkel a kis ügyekkel foglalkozni, viszont azt látjuk, hogy ez a helyzet nem maradhat itt tovább, itt valamilyen szabályozási módosításra van szükség. A szabályozásnak az egyik útja lehetne az oportunitás elvének a büntető eljárásba való behozatala. Számos helyen van ilyen, erről majd később fogok beszélni. De ha már nyomozási útban 101 forintos elkövetési értékű adócsalásos ügyben, akkor ez a bizony a bonyolult táblát, ha végignézünk, ilyen folyamatokon mehet ez végig. Ez az egész eljárás. Tehát nem gondolom, hogy ez túlságosan olcsó lenne. Én láttam 320 000 forint vagyoni hátrányt okozó költségvéti csalás nyomozásában 4 módnyomozást. 4. Amikor az ügyész azon az álláspontot volt, hogy nem sikerült feltárnak ebben a tényállást ebben az ügyben, 30-szor sem, és 4. módnyomozás is elrendelésre került, és 320 000 volt az elkövetési érték. Tehát nem hiszem, hogy ezt a drága, elképesztően drága eszközrendszert ki kéne felhasználni. Az együttműködésnek, az adóügyi és a büntető együttműködésnek azért vannak pozitív hozadéka is nyilvánvalóan. Itt ugye az információ áramlást és a lehetőséget látjuk. Az adóhatóság és a vámhatóság közötti információ is teljesen egyértelmű, hiszen a Nemzeti Adó és Vámhatóról szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy ők kicserélhetik az adatokat bármilyen viszonylatban kockázatelemzés bármilyen szempontból, viszont a bűnügyi adatokkal való sáfárkodás az már egy kicsit korlátozottabb, itt a célhoz kötöttség nagyon fontos jogjel, amit figyelembe kell venni. Azonban a bűnügyi főigazgatóság lehetősége van arra, hogy szignalizálja az adott igazgatási szervek felé, ez az első jogszabály erre adja meg a tartalmazást, illetve a bűnügyi főigazgatóság iratokat is megküldhet és betekintést is engedélyezhet revizoroknak a büntető irataiban. Tehát amikor a tanácselnök úr ezt a konkrét ügyet hozta ide elénk néhány órával ezelőtt, hogy hogyan lehet felhasználni a büntető ügyben eljáró hatóságok által beszerzett adatokat adóigazgatási eljárásban, akkor azért én óvatosságra intenék, hiszen a jogszabályi felhatalmazás, a jogszabályi lehetőség megvan erre. De mi is érezzük a problémát ebből, hiszen akár a szakmai titkos információgyűjtésből származó adat is, ami nyilvánvaló téren. És azért a titkos információgyűjtés során beszerzett adatok azért a komoly szenzitivitást mutatnak, hiszen olyan magán érdekeket sértetik, és olyan magánszféráról származnak, ami azért hát érdekes igazgatási viszonyok között értékel. És azt az érdekességet természetesen idézőjelben mondta. Az adóhatóság, vámhatóság feljelentési kötelezettsége és a jelzések megtételének a lehetőségében nyilvánvalóan élnek, így jutnak a bűnügyi azok az információk, amelyek alapján a nyomozások elindulnak, vagy elindulhatnak. Természetesen nem csak ez egyetlen forrás erre.
Tehát nem ez a fő különbség a két eljárás között, hogy a különbségek irányban a büntetőügy, illetve más megállapítása adódik. Ebben valóban igaza van, de mindaddig, amíg a bűnösség kérdése felmerül, addig a két eljárás tökéletesen ugyanaz. Ugyanazt csinálja a revizor, és ugyanazt csinálja a nyomozó. Ugyanúgy a bizonyítandó tény irányába bizonyítást folytat le. És ugyanazokra a bizonyítékokra folytatja le a bizonyítást, mint amire a nyomozó lefolytatja a bizonyítást. A büntető oldalon az büntetőjogi felelősség önálló elbírálásának az elvéből fakad ez a kötelezettség, illetve a tényállás tisztázási kötelezettség, ami ugyanúgy megvan az adóvalóvaló alapelvi szinten, az alapelvek között rögzíti ezt a jogalkotást. Aztán a büntetőjében az a kérdés, hogy elkövették-e a költségvetési csalást, adóügyben pedig az a kérdés, hogy alkalmazható az adóbírság intézménye. Mikor alkalmazható az adóbírság intézménye, ha eltitkolják a bevételt, nyilvántartásokat meghamisítják és jogosulatlan kérelmekkel élnek. Ami nagyon nagy hasonlóságot mutat a másik oldalon a felvillantott tévedésbejtéssel, tévedésben tartással, tehát alapvetően ugyanazt csináljuk kétszer duplikálva, szinte minden olyan ügyben, ami jelentőséggel bír, és úgy gondolom, hogy egyrészt az humán erőforrásokkal való gazdálkodás szempontjából is komoly kérdéseket vet fel, és nem beszélve arról, hogy amiről már Karácsony úr beszélt, hogy adóbírság intézménye, mint ilyen alapvetően büntető jellegű szankció. És mint tudjuk, büntető jellegű szankciót tényállás azonosság esetében kétszer nem lehet kiszabni. Mert az Európai Uniós gyakorlat szerint ez jogellenes nemzetközi jogszabályokba ütközik. A Bűnügyi Főigazgatóság elmúlt 5 évében az egyik legnagyobb fejlődést a nemzetközi terület érte át, hiszen rájöttünk arra, hogy komoly karusszelcsalásokat, MTIP-típusú csalásokat, nemzetközi bűnszervezeteket nemzetközi együttműködés nélkül nem nagyon lehet felderíteni, nem nagyon lehet megoldani. Mindenhol azt tapasztaltuk, hogy nem beszéltünk egy nyelvet a kollégákkal. Bocsánat, még annyi büszkeségként vagyunk, majd annyira elfelejtettem, fényeztem magunkat. Annyit rakulnak el, hogy Európában egyedülálló módon a nemzetadó és vámhivatal tudott létrehozni egy olyan közös nemzetközi nyomozócsoportot, szlovák és cseh közreműködőkkel, amelyek konkrét bűncselekménynek a nyomozására jött létre. Európában nem volt még erre példa, hogy több ország meg tudott volna egyezni abban, hogy egy költségvetési sértő bűncselekmény, valamelyik ország költségvetési sértő bűncselekményben egy nemzetközi közös nyomozócsoport alakuljon ki. Ez nekünk sikerült, igaz, hogy másfél éves munkánkban, de hát bementünk az ajtóban, aztán ha nem sikerült, akkor a később és az alapokon mentünk be, hogy ez sikerült. Tehát a nemzetközi tevékenységünk az nem komoly, komoly erősödésen lett át az egyik időszakban, és minden azt látunk, hogy nem tudunk ennyire beszélni a más országoknak a nyomozóival, és ennek az az ok, hogy mások a rendszerek. Mások a jogrendszerek. És egy idő után, amikor mindenki másképpen beszélt, és mindenki más jogszabályi alapokról beszélt, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy most akkor ki is megy valójában az egyirányú utcába szemben. És arra jöttünk rá, hogy mi? A világban, mondjuk Európában, egyedül Bulgáriában van hasonló helyzet, mint nálunk, hogy párhuzamosan folyt a büntető eljárás, ami az első eljárás mellett, és fordítva. Tehát valamilyen rendező elv szerint ezt az Európai Uniós országok rendbe tették, hogy vagy adóigazgatási eljárást kezdeményeznek, vagy büntető eljárást kezdeményeznek, a kettőt nem. És pontosan abból indultak ki, amit úr is megfogalmazott a nem hiszem minden elvből, hiszen ő ezt a kettős eljárás, a kétszeres eljárás tilalmára fordította, én inkább kétszeres értékelés tilalmának mondanám, nem pedig eljárása. Minek is folytassunk le két eljárást, ha tiltva van az egyik eljárásban is, és a másik eljárásban is, a tényállás azonosság elve alapján az értékelés. Tehát nem lehet büntető típusú szankciót kétszer alkalmazni. Emiatt itt nagyon komoly jogalkotói kompetenciákat áll.
módon igazodjunk az Európai Uniós országokhoz, hogy hasonló legyen a mi megközelítésünk is, és kicsit talán modernebb. Néhány nemzetközi példát hadd mondjak. 2015-ben a 4/2015-ös büntetőjogegységi döntésben mondta ki azt ugye a kúria, hogy a kétszeres elvonást tilalmát, vagyis ha adóigazgatási eljárásban kötelezték már megfizetésre az adózót, akkor büntetőeljárásban nem lehet elvonni ezt a vagyont az adózótól. Itt egy kis probléma azért van, mert itt kötelezésről van szó, nem megfizetésről. Tehát, hogy adóigazgatási eljárásban azt mondták, hogy te tartozol 1 milliárddal, én aztán büntetőeljárásban nem tudom biztosítani, sem vagyon, sem vagyonelkozás, sem államvétel, semmilyen nagyobb címen, hiszen ott kötelező van, de senki nem fizetett még egy forintot sem. Tehát itt ezzel a jogegységi döntése van még problémák, hogy akkor van legalábbis. De vannak országok, ahol már megoldódik a helyzet. Ilyen például Ausztria, Lengyelország, ahol egy sokkal gyakorlatilasabb rendszer működik. Itt önálló pénzügyi büntetőjó van. És rájöttek arra, hogy ez egy olyan speciális jóviszony, ez a költségvetési jóviszony, hogy ezt érdemes kivenni abban a rendszerben, és itt alapítványi jogi és eljárási szabályok is találhatók ebben a kódexben. Ez a kódex mondja meg, hogy mi az adócsalás konkrétan. Aztán vannak olyan országok, ahol az opportunitás érvényesül, amiről már itt már említést tettem. Ez a Holland Királyság, Románia, Holland és Csehország, hogy sorolhatok ide itt föl. Tehát azt kell mondanom, nem csak a nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokban vannak ilyen rendszerek, hanem hát tőlünk keletre is találunk olyan országot, ahol ezt a dolgot felismerték már, hogy az adózást lehet, hogy érdemes lenne az általános büntetőjogi gondolkodásmódból kivenni. Hollandiában az ügyész, a nyomozó szerv és az adóigazgatási szerv hármasa dönti el, hogy büntetőügy legyen legügyből, vagy adóügy legyen legügyből. És van olyan ország, ahol nagyon szigorú a szabály, Belgium, Szerbia, hozható itt példaként, ahol egyértelműen megmondják, nem lehet párhuzamos az, vagy egyiket, vagy a másikat kell indítani. A német szabályozás egy kicsit érdekesebb, ott van egy speciális büntetőséget megszüntető jog, az a jelentéktelenség kérdés köré szorul, hogyha egy ügyben azt állapítja meg az ügyész, hogy kis mértékben csökken az adó, a megszerzett adóelőny is csekély mértékű, az elkövető bűnösség is csekélynek mondható, és semmilyen közérdek nem fűződik ahhoz, hogy a büntetőeljárás lefolytassák, akkor ez a büntetőeljárás meg sem indul. Ezen túlmenően még arra is van lehetőség, hogyha ez a jelentéktelenség miatt nem lehet megszüntetni, vagy nem lehet a büntetőeljárást annulálni, de az elkövető az elvontatót megtéríti, és egy 5%-os bírságot meg is fizet, akkor sem indul büntetőeljárás Németországban adó elkerülés miatt. Nagyon érdekes az értékadár, említettem ezt a 101 forintos történetet. Nem is tudom, hogy Európában van-e ilyen alacsony elkövetési érték, értékhatár a fősős csalástek tekintve, talán Koreában is magasabb. Horvátországban ez 4000 euró. Szlovéniában 50 000 euró, és az azt jelenti, hogy ezek az összegek alatt csak igazgatási jogviszony van. Nem beszélnek büntetőeljárásról. Ausztriában áfa tekintetében 100 000 euró, vám tekintetében, vám terhek tekintetében 50 000 euró. Hollandiában, ott ahol ez a hármas egyeztetés folyik, ott egy kicsit bonyolultabb a rendszer, magánszemélyeknek 10 000 euró alatt nem beszélnek büntetőeljárásról, 10 és 125 000 euró között eldöntik, hogy mi legyen, opportunitás érvényesül, és eldöntik, hogy adó vagy bűnük legyen. Ott is természetesen vannak rendező elvek, amit jogszabályok rögzítenek, hogy mi alapján tüntetik ez a hármas tudományos tanács, hogy így mondjam. Szívek esetében pedig 15 000 euró az alapja, vagy az első szintje a bűncselekmények nyilvánításnak. Igazából ennyit szerettem volna elmondani. Egy figyelemfelhívó, egy gondolatébresztő előadásra szálltam ezen a konferencián
sok problémák lesz még ebből a kettős eljárásból a jövőt érintően, és azt gondolom, hogy modernizációs törekvések azok itt vannak az ablakunk alatt, tehát nem hiszem, hogy meg kellene várnunk azt, hogy valamilyen európai bírósági fórumon kelljen megjelenünk ezekkel az eljárásainkkal. Egyébként a bűnügyi szakterület úgy gondolja, hogy ez egy legfontosabb mérő elem, ami a mi tevékenységünket képes mérni, az a hatás. Ezt Hollandiában tanultam, nem utána. Nyitott szemben járunk a világban, Európában, és Hollandiában az egyik legfontosabb rendező elv, hogy legyen büntető eljárás, vagy ne legyen büntető eljárás, az, hogy annak a büntető eljárásnak az adott szektort, egy adott társadalmi réteget érintően milyen hatása van. Van-e visszatartó hatása, van-e valamilyen generális prevenciós hatása, vagy nincsen. Ha nincsen, nem foglalkoznak vele. Ezt természetesen tudósokkal megerősített bizottságok állapítják meg, hogy van-e értelme büntetőeljárást folytatni, van-e az a hatás, az impact, ahogy mondták ugye a mondanát, ami alapján érdemes a büntetőeljárást lefolytatni. A bűnügyi főigazgatóság egyik fő stratégiai célkitűzése az, hogy a bűnszervezetekkel szemben lépjen fel. Ne a kis emberekkel szemben, akik egy-két számlán lekönyvelésével, vagy egy számlán egy tétel jogellenes lekönyvelésével bizonyos adott különbözeteket okoznak, amiket majd a revizorokkal szépen megbeszélnek, lefizetik, mindenki jól érzi magát, a költségvetés is, mert bevétel is van, és ilyen a kiadási adatok, hogy rá a büntető eljárás nem jelenik meg. Tehát a bűnügyi főigazgatóság egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése a bűnszervezetekkel szembeni fellépés, olyan bűnszervezetekkel szemben, amelyek nagyon rövid időn belül, néhány hónapon belül több milliárdos kárt tudnak okozni a költségvetésnek. Köszönöm szépen a figyelmet! Ezt nagyon sok intézkedésnek
mindaddig, amíg fel nem térképeztünk az adott személynek vagyoni hátterét. Tehát addig nem, addig senki nem lehet kihallgatni jogosítóként a mi eljárásunkban, amíg nem tudjuk, hogy milyen vagyoni potenciál rendelkező személyel állunk szemben. Tehát ez egy ilyen fontos dolog, és akkor mindig találnak kollégáim olyan vagyonterhet, ami a vagyonbiztosítás reparáció körében mondható. Tehát én azonnal kaptam feladatot, hogy ezt a 4,7%-ot valamilyen gondolom értékeljük. Nem tudom, hogy ebben az ügyészségi statisztikában, ez az ügyészségi statisztikában származik, de hogyan és milyen módon kerülnek be adatok. Én azt tudom mondani, hogy a méltó vádban elküldött ügyekben kb. 40, és elsősorban a költségvetési csalás vonatkozásával kb. 40%-os a vagyonbiztosítási arányban.